Gratulálok a Diófának, tényleg kétszer megvert bennünket az alapszakaszban, illetve most a rájátszásban, de az mellett én mindenképpen pozitívan értékelem a csapat teljesítményét, hiszen az alapszakaszban egy vereséget szenvedtünk, a többi mérkőzést megnyertük. Ezen kívül a rájátszásban ugye az utolsó meccstől függetlenül már megvolt a bajnoki cím, persze az mellett mindenképpen nyerni szerettünk volna, azt hiszem, hogy ez a mérkőzésen is látszott, hát nem így sikerült, de én most a pozitív részét nézem a dolognak, úgyhogy mindenképpen én úgy érzem, hogy a Crest Park Rangers megérdemelte a bajnoki címet. 2014-ben a korábbi többszörös bajnok Crest Park Rangers nyerte a paksvárosi kispályás teremlabdarúgó bajnokságot, a legjobb játékos Mak Ádám, a legjobb kapus Liker András lett. Tavaly 15 csapat versengett a dobogós helyezésekért, a Paksi Sportegyesület szabadidő szakosztálya idén is hasonló létszámra tervezi a sorozatot. A szervezés tehát a 2015-ös kiírásra is megkezdődött. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy felállt a stáb, tehát egy versenybizottság tagokból áll. Mielőtt összeálltunk, elkészült a versenykiírás. Várhatóan jövő hét közepe vége fele fogjuk meghívni a csapatokat a csapat megbeszélésre, illetve akkor fog történni ugye a nevezés is. A szervezők a nevezett csapatok létszámának függvényében készítik el a sorsolást és a lebonyolítás rendjét. A helyszín immár hagyományosan az ESZI sportcsarnok lesz. A díjazás a megszokott oklevél, érem és kupa, külön díjazzák a gólkirályt, valamint a csapatvezetők megválasztják a legjobb mezőnyjátékost és kapust is. A tervek szerint a 2015. évi Paksvárosi Kispályás Teremlabdarúgó Bajnokság január 24-én szombaton kezdődik itt az ESZI sportcsarnokban. A versenyszervezői jelezték, hogy érdemes lesz a csapatvezetőknek alaposan átolvasni a versenykiírást, hiszen több változást is eszközöltek. A dokumentumot a napokban töltik fel a www.paksiese.hu honlapra.